Sajtótájékoztatót tartott Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester. Mint ismert, a járvány alatt a veszélyhelyzetre hivatkozva a kormány számos pénzügyi forrást vont el a településektől, ám a kieső bevételeket nem pótolja. Ennek ellenére például Dunaújváros önkormányzata továbbra is a település lakóiért dolgozik, amellett, hogy a településre érkezett menekültek ellátását is biztosítja. A megnövekedett kiadások és a bevételkiesés rendkívül nehéz gazdasági körülményeket teremtett. A kisvállalkozások iparűzési adójának a mérséklése, az elszabadult energiaárak, az ukrajnai menekültek ellátása, a jelentős béremelések. Ez csak néhány példa abból, hogy mik azok a kihívások, amikkel az önkormányzatok jelenleg szembenéznek. De hogy egy konkrét példát is mondjak, az a kvóta, amit az önkormányzatok kapnak az óvodák üzemeltetésére, az az elmúlt időszakban annyival sem emelkedett, hogy a növekvő bérköltségeket ki tudjuk gazdálkodni. De az üzemanyagárak növekedése is több tíz vagy akár 100 millió forintos többletkiadás az önkormányzatoknak. Az alpolgármester úgy folytatta, bár a kormányzat beígérte a támogatásokat a bevétel kiesés miatt, ezekből végül Dunaújváros egyetlen forintot sem kapott. Azonban Dunajváros hasonlóan a fővároshoz és hasonlóan a legtöbb ellenzéki vezetési városhoz egyetlen egy fillér Támogatásban sem részesül az idei évben, hasonlóan a tavalyi évhez. Ezt már megszokhattuk a pandémia alatt, akkor sem kaptunk egyetlen egy fittinget sem, pedig az önkormányzatok, ahol csak tudták, a szociális dolgozóikat is jutalmazták az elvégzett munkáért, hiszen az elvégzett munka egy nagy része ezeken a kollégákon múlott. Láthatjuk tehát, hogy a kormány ismét politikai alapon osztogat, a fideszes vezetési települések vagy így, vagy úgy a pénzükhöz jutnak, közben pedig tovább folytatódik az ellenzéki önkormányzatok kivéreztetése. Szabó Zsolt kiemelte, a települések zokszó nélkül ellátják az Ukrajnából érkező menekülteket, hiszen mindenki szeretne segíteni, azonban ennek költségei is vannak, ezeket azonban szintén nem biztosítja az állam. A menekültek ellátása kötelező állami feladat, az önkormányzatok mégis végzik ezt a feladatot, részt vesznek ebben a feladatban, hiszen minden szolidáris és jóérzésű ember segíteni szeretne a bajba jutottakon. A kormányváltásra ezért is van szükség, mert ez a garanciája annak, hogy az önkormányzatok visszakapják a jogaikat, és megkapják az őket megillető forrásokat, amiben működni, gyarapodni tudnak. Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester úgy fogalmazott, látható az, hogy az önkormányzatok rövid pórázon vannak tartva, csak akkor kapják meg az őket megillető forrásokat, ha nem kritizálják a kormányt.